A hit kapuja. Széke Székely János püspökatya, és Kindelman Győző hitvédelmi műsora. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai alkalommal a Hitkapuja című műsorban egy olyan témát veszünk elő, amely a 2000 éves kereszténység története során talán úgy gondolom mindvégig foglalkoztatta az embereket, a híveket, és talán az utóbbi évtizedekben, mintha még inkább felerősödött volna iránta az érdeklődés. A végső időkről van szó, közkeletűbb nevén a világ végéről, vagy az utolsó ítéletről, amelyről a szentírás több helyütt is említést tesz. Ránk maradt dokumentumokból tudjuk, hogy már az első keresztények arra számítottak, hogy Jézus második eljövetele még az ő életükben bekövetkezik aztán ismét más dokumentumok arról tanúskodnak, hogy az első ezredforduló tájékán az emberek szinte száz százalékban hittek abban, ugye akkor még Európa keresztény volt, hogy december 31-én az ezredfordulón véget ér majd a világ, és ezért már hónapokkal előtte nem dolgoztak nagyon sokan, volt, ahol nem szántottak, nem vetettek, mondván, hogy hát ugye az úgy is hiába, ha eljön a világ vége. Aztán volt persze ennek a várakozásnak egy kicsit talán pozitív velejárója is a dokumentumok szerint, ellenségek kibékültek egymással, és néhány gazdag ember a közelgő világvége és az üdvössége érdekében aztán elosztotta a vagyonát. Persze a világvége nem érkezett el a millennium idején, és nem sokkal később az elhanyagolt földek miatt éhínség tör ki Európa több részén, hát ez már egy szomorú történés. Ennek ellenére szekták, látnokok, jövendőmondók időről időre, egészen a napjainkig újabb és újabb, úgymond tuti, biztos időpontokat határoznak meg, hogy ekkor is ekkor lesz a világ vége a Szent István Társaság szerkesztőségében, ahol egyébként dolgozom, évente két-három olyan kézirat, de tényleg mi évente legalább három beérkezik, amelyik arról szól, hogy a szerzőjük látomásban, vagy éppen matematikai úton, vagy éppen az idők jelei alapján, vagy más egyéb módon megtudta a végítélet napját, és bizony ez az én személyes tapasztalatom, hogy nagyon rossz néven veszik a kéziratokat behozó illetők emberek, hogyha látják, hogy némi szkepszissel fogadom, amit előadnak ezügyben, emiatt is tartottam nagyon fontosnak, hogy ezt a a témát itt Székely János Püspök egy, egy, elővegyük. Egyébként a média is tele van mostanában ezzel az utolsó ítélet témával, ugyanis éppen a, ez év december 21-ére ígérik a világvégét azok, akik állítólag egy sok száz éves dél-amerikai maja naptár titkos jelentését felfedték. Püspök atya, mielőtt bármit is mondanánk, szokás szerint vizsgáljuk meg a mi alapkönyvünket, a kinyilatkoztatást, a szentírást. Mit mond erről nekünk? Mit mond Jézus, és mit írnak az Isten által kinyilatkoztatott könyvek? Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és ha szabad, először is annak a szónak a jelentéséről egy néhány gondolatot mondanék, amit a teológia a végső dolgokra használ. Ezt úgy is nevezzük, hogy eszkatológia. És ez egy görög kifejezés, ami azt jelenti, hogy a végső dolgok, az utolsó dolgok. Az eszkatológia és az ezzel kapcsolatos kijelentések azok nem valami fajta ilyen titokzatos jóslat akarnak lenni. Tehát a, a jelenések könyve, vagy Dániel könyve nem úgy fölfogandó, mint egy titokzatos időszallag, vagy, vagy előrejelzése a akár a mennyei kronológiának, a helyrajznak, stb. Tehát nem ennek a részletes leírása akar lenni, hanem egy sokkal alapvetőbb kérdésre akar válaszolni, mégpedig arra, hogy mi az embernek a végső dolga, vagyis hogy van-e beteljesedése az életünknek. A vágyunk a boldogságra, a szeretetre, ami az emberben kiérthetetlenül nagyon mélyen ott van, ez be fog-e teljesedni. A kinyilatkoztatás úgy gondoljuk, hogy erre a kérdésre választ akar adni. Tehát, hogy van-e a világnak, az emberi létnek igazi beteljesedése. Ha szabad idézni egy teljesen ateista gondolkodott rászelt, ő azt mondta, hogy minden emberi alkotás, a műalkotások, tudomány, a technika, mindenfajta vívmány az nem más, mint egy szennyeződés, amit az ember nevű féreg a Földön termel vagy kialakít, és az idő vasfoga ezt a szennyeződést majd lassanként lemarja a földfelszínről, és azt mondja, hogy ez a radikális pessimizmus az a szilárd alap, amire minden emberi tevékenységet építenünk kell. A kereszténység egyrészt azt gondolja, hogy talán nem ez a valóság, Illetőleg azt gondoljuk, hogy erre a fajta szikla alapra, radikális pessimizmusra valószínűleg nem lehet nagy emberi ö, alkotásokat, önzetlenséget ö, és a, a szeretetnek a műveit fölépíteni. Egy másik modern gondolkodónk, ö, Bertolt Brecht, mondta kicsit gunyorosan, az egyik. Ö, Drámájában ezt így kicsit a hívőknek címezve így fogalmazta, mindannyian meghaltok, mint az állatok, és utána nem következik semmi. Ha az ember ezt gondolja, hogy meghal, mint az állat, akkor egy idő múlva úgy is fog élni, mint az állatok, remény nélkül, mindenfajta olyan erő nélkül, ami az embert önmaga fölé emelhetné. Az eszkatológiának tehát az alapkérdése az, hogy van-e egyáltalán beteljesedés. A legalapvetőbb tény, amiből kiindulunk, az Istennek a végtelen szeretete, amivel alkotta a világot és amivel minket megváltott a keresztjével és a föltámadásával megváltotta a világot. A teológia úgy mondja, hogy Isten neked az eszkatológikus tette. A végső időkben a legnagyobb szeretet, a legnagyobb önátadás, amivel egy végérvényes igent mondott az emberre. Minden eszkatológikus kijelentés arról, hogy lesz beteljesedés, az ember életének van végső kiteljesedése, ez erre az eszkatológikus tényre, Krisztus keresztjére és föltámadására alapszik. Tehát érdekes módon, a keresztény eszkatológia nem annyira a jelenések könyvéből indul ki, hanem mindenek előtt Krisztusból, abból a szeretetből, ahogyan az Isten végérvényesen magához kapcsolta a világot. Induljunk el akkor most egy kicsit részleteiben, tehát mit mond a Biblia a végső dolgokról és a beteljesedésről? Az Ószövetségnek az egyik legalapvetőbb üzenete az az, hogy Isten üdvösséget ad az embernek, vagyis ígér ajándékokat, és ígér egy végső beteljesedést is. Kezdetben ez még elég homályos, csak arról hallunk, hogy Isten áldást ad, például Ábrahámon keresztül megáldja a föld minden népét, vagy egy földet ígér a népének, aztán szabadságot ígér az egyiptomi rabságban élő népnek. Tehát kezdettől fogva megjelenik ez a gondolat, hogy Isten ajándékot ad az embernek a jövőben, valamit ígér. A profétáknál van aztán egyre több szó arról, hogy ennek a, az isteni ajándéknak lesz egy végső beteljesedése is, amit neveznek akár így, hogy új teremtés, vagy új szövetség, amikor az Úr Úristen, mint a vőlegény, a menyasszonyt feleségül veszi, az embert, a teremtményét magához emeli, vagy a régi paradicsomi állapotokat visszaállítja. Ahogy mondja Izajás, hogy akkor majd együtt lakik a farkas a bárányjal, a párduc a gödőjével. Tehát ilyesfajta ígéretek egyre jobban megjelennek a proféták írásaiban. És egy egészen új ö, műfaj, vagy pedig könyvcsoport jelenik meg aztán a Bibliában, amelyet apokaliptikának ö, nevezünk. Talán lehetne azt is mondani, hogy ez egy szamizdat irodalom, egy titkos irodalom igen gyakran üldözések idején írják ezeket a műveket, olyan dolgokat is kimondanak, amiket akkoriban nem volt szabad nyíltan elmondani, például a római császárt kritizálni nyilván nem volt szabad nyíltan, és éppen ezért ezek a művek, akár Dániel könyve, akár a jelenések könyve, rengeteg jelképes kifejezési módot használ, számjelképeket, színeket, állatokat, és aztán ezeket a jelképeket egy magyarázó angyal interpretálja is a látnok számára. Ha egészen konkrétan az Ószövetségnek az apokaliptikus könyvéhez, Dániel könyvéhez közelítünk, akkor talán azt is érdekes megjegyezni, hogy ezt a könyvet a makabeusi háborúknak a kellős közepén írják egy nagy zsidó üldözés vagy vallás üldözés után, a zsidó nép föllázad, és kb. 165-ben ennek a fölkelésnek még a győzelme előtt. Íródik nagyon nagy remények és nagyon nagy szenvedések között élekkor a zsidó nép, ekkor íródik a Dániel könyve. És miért érdekes ez? Mert rengeteg jövendülés van benne. Úgy van a könyv leírva, mintha Dániel a babiloni fogság idején látná előre a jövőt. Valóságban azonban. Ezek a jövendőlések addig egész pontosak, ameddig a könyv megírásáig, tehát 165-ig nem jutunk el. Ahogyan ide érünk, tehát például az, hogy Antiochus Epifánész, a nagy vallás üdöző meg fog halni, és hogy milyen módon fog meghalni, ezt már nem tudja pontosan a, a, könyvnek a szerzője, és nem is tudja megjósolni ilyen módon. Tehát addig pontos a könyvnek a leírása a birodalmakról, királyokról, amik, akik egymást követik, amíg el nem jut a saját koráig, de a jövőre vonatkozóan ennyire pontos értesülései nincsenek. De azt gondolom, ez nem is baj. Tehát nagyon fontos azt meglátni, hogy egy, egy apokaliptikus műnek az alap üzenete célja, az a végső beteljesedésről írni. Arról, hogy Isten szeretetből alkotta az embert, és az életünknek van végső beteljesedése. Ő az Alfa és az Omega. Ezt az örömhírt akarja a Dániel könyve is elmondani a... Az üldözött korabeli zsidó népnek a vértanuk a vértanúságnak a, a fájdalmai vagy szenvedései között élő kortársainak, tehát az örömhírt a remény üzenetét akar játedni és nem annyira pontos időpontokat akar számukra tisztázni. Mielőtt tovább mennénk a szentírás tanulmányozásában az eszkatológia terén, hadd kérdezzem meg Püspök atya, hogy katolikus hitünk tanulsága szerint, vagy hitünk szerint az ember kétféle ítéletben fog részesülni. Van a külön ítélet, tehát amikor a halála után személyében ítéltetik meg, és van az utolsó ítélet. Mi a különbség a kettő között, hiszen hogyha már így erről a témáról szót akkor ez megkerülhetetlen. A katolikus egyháznak meggyőződése az, hogy ahogy az ember meghal, akkor azonnal az Úristen elé kerül, bizonyos értelemben az időből kilép, és az Úristen ítélő széke előtt megjelenik, vagy az Úristen színe előtt megjelenik. Hadd tegyem hozzá, hogy egy, egy elég nagy vita volt erről a 14. század folyamán, és egyes pápák is különböző véleményen voltak, és végül is ekkor Születik meg végérvényesen az egyháznak a döntése a Benediktus Deus kezdetű enciklikával, hogy a halál után azonnal az Úristen elé jut az ember. Azonban ezzel nem vész el a világ végéig tartó időnek a jelentősége. Mégpedig azért nem, mert egyrészt egy ember életének a végső súlya vagy értéke az csak akkor állapítható meg, hogyha tudjuk a tetteinek a következményeit is. Tehát például mondjuk egy szülő, akinek gyermekei voltak, hogy ő hogyan élt, hogyan nevelte a gyerekeit, a házasságát hogyan élte, az igazából csak akkor lemérhető, amik a gyerekei életének, sőt az unokái, dédunokái életének is vége szakad. Bizonyos értelemben, akik meghaltak, azok látják, a tetteiknek a következményeit, tehát látják az utódaiknak a, az életét is, és ettől szenvednek is. Örömmel látják nyilván mindazt a jót, amit az életük ö, okozott, de fájdalommal látják a rengeteg sebet, amit ö, talán másokban ők okoztak, és amik a világ végéig hatnak. A tisztító tűznek a szenvedése az többek között ebből is áll. Tehát ahogyan valaki látja az életének a következményeit a világ végéig. És egy emberi életnek a teljes értéke az csak akkor látszik, amikor az egész mozaik kép összeáll. És éppen ezért az utolsó ítélet az a végső értékelése egy ember életének. Tehát valamilyen értelemben hozzátesz ahhoz a közvetlen ítélethez, ami a halálunk után történik. Térjünk akkor vissza a Szentíráshoz. Tegnap, amikor a műsorra készültem, próbáltam ugye a Bibliából előkeresni az idevágó szakaszokat, és hogy olvasgattam Máté evangéliumát, találtam egy részt, amely talán egy picit megindokolja azt, amit én a felvezetőmben mondtam, hogy már az első keresztények is hitték, és ugye is miért hitték a, azt, hogy még az életükben másodszor is visszatér Jézus Krisztus. Amikor a húsvétot megelőző héten Jézus a templom lerombolásáról beszélt, az apostolok odamentek hozzá, és ez Máté, evangéliumának 24. fejezetében található, megkérdezték, hogy mondd meg nekünk, mikor következik be, és itt jön az a fontos rész, ami elgondolkodtatott engem, és mi lesz a jel eljöveteledés a világ vége előtt. És Jézus erre csak egy mondatot felel, hogy bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg ezek be nem következnek. Na most mit mondhatunk merre, Püspök atya? hiszen számomra emberi észre és logikával gondolkodva ez egy nagyon ellentmondásos kijelentés. Van egy-két ilyen Mondata az evangéliumnak, ami szinte azt sugalja, mintha Krisztus azt tanítaná, hogy nagyon hamar, még a követőinek az életében az ő második eljövetele bekövetkezik. Például ilyen a, a Márk evangélium 9.1. a színeváltozás után Jézus azt mondja, hogy az itt állók közül egyesek nem halnak meg, amíg meg nem látják Isten országát eljönni nagy hatalommal és dicsőséggel. Vagy a Máté Evangéliumban, tizedik fejezetben olvasunk egy ilyen részt, hogy nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az emberfia. Tehát néha úgy tűnik, mintha ő maga úgy fogalmazna, hogy a, az emberfia eljövetele, az ő második eljövetele teljesen a küszöbön állna. És nagyon érdekes az, amit a Biblia tudósok ezzel kapcsolatban. Ö, kikutattak, vagy amilyen eredményekre jutottak. Talán a, a kedves hallgatók számára ez egy kicsit meglepő. Lesz biztosan tudjuk azt, hogy a, az evangéliumban is Jézusnak a, a szavait, amit ő a tanítványoknak elmondott, ezeket a, a tanításokat évtizedeken át szájhagyományban továbbadják, és az egyház fogalmazza meg néhány évtizeddel később. És önkéntelenül is, az apostolok, illetőleg a, az evangélisták kicsit a saját gondolkodásuk szerint és a saját megfogalmazásukban írják le Jézusnak a szavait. És hát arra lehetünk figyelmesek, hogy Jézus maga az utolsó napoknak az idejét, időpontját, hogyha kérdezték tőle, ezt ő mindig határozottan elutasította. Például. A Mennybe menetelekkor kérdezik tőle, hogy uram, mostanában állított helyre Izrael országát? És akkor azt mondja, hogy nem tartozik rátok, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezt az atya szabta meg a saját tetszése szerint. Vagy talán emlékszünk arra, hogy kérdezik Jézustól az emberfia eljövetelének a, az időpontját, és azt mondja, hogy azt a napot, azt az órát, nem tudja senki, még az ég angyalai sem, még a fiú sem, csak az atya. Hát Jézus ezt mindig elutasította. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az első keresztények pedig nagyon érdeklődtek ez iránt, hogy ez pontosan mikor következik be. Például tudjuk azt, hogy Pálapostól úgy gondolta, hogy még ő megéri Jézusnak a második eljövetelét. Ha valaki az első teszalonikai levelet olvassa, akkor a Pál apostol úgy fogalmaz, hogy mi élők nem előzzük meg a már elhunytakat, mert amikor Krisztus visszatér az angyalnak a harsana szavára, akkor mi átváltozunk, az elhunytak pedig föltámadnak. Tehát Pál úgy gondolja, hogy ő még megéri Jézusnak az eljövetelét, meg az angyalnak a harsana szavát, és akkor ő, mint élő, átváltozik, tehát ő nem fog meghalni, hanem átváltozik, az elhunytak pedig föltámadnak. Tehát ő is ebben a, a nagy várakozásban van benne. Vagy a Péter Apostol második levelében arról hallunk, hogy egyesek az Istent késedelmesnek tartják, hogy nem teljesíti be az ígéreteit, és erre próbál válaszadni a levél, hogy Isten előtt egy nap annyi, mint ezer év, és ezer év annyi, mint egy nap, tehát ne számolgassák a keresztények az időket. De látszik, hogy ez egy gond volt, hogy az ígéretek ma beteljesedésének az ideje, vagy Jézus visszatérésének az ideje, mintha késett volna. Nem tudták összehangolni, amit a Szentírásban, vagy hát az akkor már esetleg leírt Szentírási részekben ők olvashattak, vagy, 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 vagy mire alapoztak? Tehát mi Nagyon volt intenzív nekik, hogy ezt nem volt, tudták. A várakozás, és nem csak a keresztényekben, hanem már a zsidó apokaliptikában, tehát egy ilyen felfokozott időszak volt, elég sok álmessiás jött, akikről hallunk Josephus Fonaviusnak a, a műveiben is. Tehát nagyon könnyen lehetett belekesíteni az embereket ilyen gondolattal, hogy hamarosan itt a vég. Ugyanezt halljuk a jelenések könyvében is, hogy az oltár alatt azoknak a lelkei vannak, akiket a az úrigéje miatt megöltek, és azt kiáltják ezek a lelkek, hogy Uram, mikor állsz bosszút a vérünkért a föld lakóin? Meddig kell még várni? Tehát nagyon erős volt ez a várakozás. Vagyis oda szeretnék kiukadni, hogy Jézusnál azt látjuk, hogy ő elutasítja ezeket a kérdéseket, viszont az egyházban ez nagyon erős a várakozás és a számolgatás is, hogy mikor jön el az ember fia. És úgy tűnik, hogy egy-két evangéliumi mondatba önkéntelenül az egyház, az ősegyházi hagyomány belefogalmaz ilyesmit. Ez szinte teljesen biztos ráállítható a Mátéi mondatról, amit idéztem, hogy nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az emberfia. Ugyanis ezt a részt Szent Máté az úgynevezett kúforrásból veszi, Jézus mondásainak a gyűjteményéből, és ennek a szövege a Lukács Evangéliumban is ö, megvan, oda is bekerült, ott azonban ez a mondat teljességgel hiányzik. Tehát nagyon világosan látszik, hogy ez egy későbbi időben, vagy Máténak a tollából, vagy az ő közösségének a hagyományából valamilyen úton, módon bekerült. Azért is valószínű ez, mert Jézus idejében még az ő tanítványait nem üldözték városról városra. Tehát egy kicsit furcsa is, hogy ő erről beszél. Ez sokkal inkább egy 10 évvel később történik, amikor már a keresztényeket, a zsidók is elkezdik üldözni zsinagógákban, másút megkövezik, stb. Ahogy István vértanút és, és, más keresztény tanítókat, Jakabot és, és sokakat másokat. Tehát ebbe az időbe illik bele nagyon ez a megfogalmazás, de Jézusnak akkorában még nem annyira. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy ez egy ilyen beszúrás, hasonlónak tűnik a márki mondat is. Jézus színe változásának a jelenetében nem is nagyon illik ez a mondat, hogy az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg nem látják Isten országát eljönni nagy hatalommal és dicsőséggel. Vagyis a történészeknek, vagy a Biblia tudósoknak a nagy része úgy gondolja, hogy, hogy ezek nem teljesen pontosan adják vissza. Jézusnak a szavait. Jézus nyilván mondott hasonlót, de az ős egy ház hajlamos volt, ezt rendkívül konkrétan és minél közelebbi időre érteni. Tehát úgy tűnik, hogy itt belefogalmaznak egy kicsit az ő mondataiba. Meg kell, hogy mondjam, hogy szívem szerint, és ez a szubjektív véleményem, nem tudom az ős egyház híveit elítélni, hiszen itt arról van szó valószínűleg, hogy egy nagyon-nagyon szeretett személy, ami úrunk Jézus tisztussal szeretnénk végre megint találkozni, ahol a szeretet, a béke és, a, és, a, és az örömnek, az Istennek az országa következik el az ő visszatértével. Tehát egyáltalán nem tudom károztatni őket, hogyha tényleg ebben a fajta napi várakozásban éltek. Nyilván, az... tehát hatalmas lehetett a lelkesedés, meg a hit. És ez biztos, hogy, hogy irigyelhetjük is tőlük. És ez talán éppen így van ma is. Tehát ma is azok, akik nagyon várják az idők teljességét, meg Krisztus visszatértét, stb. Nagyon sokszor rendkívül őszinte és mély hittel élő emberek. Tehát ezzel semmi baj nincs is. Talán a móda, hogy ezt kifejezik, vagy megélik, az lehet... Kérdéses. És hozzáteszem, pont ezért nehéz ezeket a témákat a racionalitás szemüvegén keresztül pro és kontra értékelni. Térjünk vissza viszont a jelenések könyvére. Ugye az tény, ezt már tudjuk leszögeztük, hogy Jézus szavai alapján nem tudjuk a második eljövetelének a napját, az idejét, de a János által leírt jelek a jelenések könyvében azért sokat mondóak. Vannak akik és ez volt az el, elmúlt századokban is sokszor előfordult, de napjainkban is előfordul, hogy úgy értelmezik emberek ezt, hogy korunk jelei azok egyértelműen a végső idők elérkezetére utalnak. Hát igaz lehet -e, és egyáltalán ki lehet-e ilyesmiket olvasni a jelenések könyvéből? A jelenések könyve egy rengeteg képpel és hasonlattal teli látomássorozat. A képanyagnak egy nagyon nagy része bibliai. Eredetű. Tehát aki egy kicsit is ismeri a Bibliát, az rengeteg képet, a trónszék, a négy élőlény, a hatalmas tűzfolyam, ami folyik az Úristennek a trónjából, a könyvtekercs, amit a látnak megeszik, akkor a, a négy lovas, a különböző színű lovakkal, a fehér, a vörös, a sárgás, meg a fekete, lóval ez Zakariás könyvében található, meg a folyó, a partján, a, a fák, ilyen könyvében, a vadállatok, amik a tengerből kijönnek Dániel könyvében, tehát a képanyagnak a nagyon nagy része megvan az Ószövetségben. És nyilvánvalóan a látnak innen veszi, tehát ha jól akarjuk érteni, akkor kell ezeknek a képeknek az Ószövetségi eredetét is kutatnunk. Az is nagyon jól látszik, hogy a, az egyes látomások rendkívüli módon egymásra épülnek. Tehát ez egy nagyon jól megkomponált könyv, megint csak nem egy időszalag, hanem ugyanazt a tanítás sokszor szintes újkolva akarja átadni. Ahol pedig a, az utalások konkrétak, tehát konkrét történelmi dolgokra utalnak, ott korabeliek. És ebben nagyon hasonlít a jelenések könyve a Dániel könyvéhez. Hadd idézzek egy-két ilyen nagyon pontos és korabeli utalást. A nagy vadállat és a parázna asszony, tehát a gonoszságnak a szimbóluma, az nyilvánvalóan utalni akar valamilyen módon a római birodalomra. Például ezt olvassuk, hogy a parázna asszony hét dombon ül. Ez nyilván Rómának a hét domja, tehát teljesen nyilvánvalóan utal a régi pogány e, római birodalomra, amely a keresztényeket és az egyházat üldözi. A rómát elpusztító hadsereg az teljesen úgy van ábrázolva, mint a pártus. Hadsereg az egyetlen potenciális nagy birodalom, ami képes volt rómát legyőzni, és több alkalommal győztek is a római hadsereg fölött. Több nagy római hadvezér hagyta ott a, a fogát ilyen csatákban a pártusokkal szemben. Azt halljuk például, hogy kelet királyai jönnek, átkelnek az eu az ez volt a határ Róma és a pártus birodalom között. Azt is halljuk, hogy kék és sárga vértekben jönnek ezek, amik a pártusok színei. Tehát teljesen nyilvánvalóan a konkrét leírása a pusztító hadseregnek, ez a korabeli pártus hadsereg. Vagy az az utalás, hogy senki nem adhat és vehet, ha a vadállatnak a jelképét és számát nem viseli. Ez nyilvánvalóan utal, arra, hogy a pénzeken, amikkel adtak és vettek, a vadállatnak, vagyis a római császárnak a képe és a felirata rajta volt. Igen, gyakran a felirat ez volt, hogy az isteni Néró, vagyis egy káromló felirat. Tehát a vadállatnak a száma és a felirata rajta volt. A 666-os szám amellett, hogy jelzi az abszolút tökéletlenséget, vagyis a gonoszságot, mert a hetes a tökéletes szám ehhez viszonyítva a hatos a lehető legtökéletlenebb szám, mert majdnem hetes, tehát olyannak akar látszani, mintha ő tökéletes lenne, de mégsem az. Tehát ezért lett a hatos a gonoszságnak a száma, mert ő igaznak akarja magát föltüntetni, de valójában nem az. A 666-os szám pedig az Néro császár nevének a szám értéke. Tehát ha leírjuk Héber vagy Arán betűkkel, ez, hogy Néro császár és a betűk számértékét összeadjuk, ez pont 666. Tehát ami abszolút konkrét a jelenések könyvében, az korabeli. Ez Krisztus utáni 80-as éveknek a helyzet Domitianus császár üldözésének a, az ideje. vagy Most ez a kódfejtés, ez azt jelenti, vagy azt jelenteni, hogy a jelenések könyve, vagy a jelenések könyve szerzője a saját korába helyezte a végidőknek az eljövetelét? Egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy azt kell itt jól megérteni, hogy ő beszél a történelemnek a nagy beteljesedéséről. Ahogy mondtam, az eszkatológia igazi üzenete az, hogy van, van beteljesedés. A, a világnak a vége az nem a, a gonosz kezében van, nem a nagy vadállat kezében, hanem a bárány kezében, és a végső képe a történelemnek nem a bűnös város Babilon, hanem a mennyből alászállt város, az Isten mennyasszonya, a mennyi Jeruzsálem, ami odaföntről száll alá. Tehát ez az örömhír, amit ő át akar adni. Ez egy nagyon globális örömhír, ő nem akarja megjósolni, hogy ez mikor, Következik be az se, hogy hogyan. Nem akar egy idősz időszallagot addig megírni, hanem ezt a képet festi föl, és ezzel reményt akar adni. És a képhez a színek, amiket fölhasznál, vagy a, az elemek, a mozaik darabok, azok ószövetségiek és korabeliek. Tehát ezekből rakja össze a képet. És teljesen hibás ezekből a mozaik kövekből nem tudom Saddam Husseint, vagy Hitlert, vagy akárki mást meglátni. Azt gondolom, hogy abszolút tévedés. Tehát a modernkori kódfejtők azok tévúton járnak, amikor konkrét dátumbeli utalásokat akarnak a jelenések könyve szimbólumrendszeréből következtetni? Igen. Ami ebből konkrét, ismétlem, ószövetségi, tehát oda kell menni, és olyan értelemben kell megérteni illetőleg korabeli, tehát lehet fölfedezni benne a korabeli keresztény sok-sok apró részletét. Hogy mondjak egy, egy példát, azt mondja, Pergamonban áll a sátán trónja. Ez teljesen nyilvánvalóan utal arra, hogy ott volt egy nagy bírósága a kis -Ázsia tartománynak, ahol rengeteg keresztényt elítéltek. Tehát ezért mondja, hogy a sátán trónja, ahol sok keresztény vértanú, a halálosítéletet. Kimondták, ez Pergamonban áll. De erről bármi következtetés levonni, jövőre vonatkoztatva, azt hiszem, hogy teljesen elhibázott. Lépjünk akkor egy kicsit tovább. Először gondolkodtam nagyon, hogy ezt a kérdést föltegyem -e, mert nagyon sok kedves keresztény katolikus testvérünk van, akik erőteljesen hisznek a jövendőlésekben, ugyanakkor vannak, akik racionálisabban próbálják meg megítélni ezeket a dolgokat, és a kettő néha óhatatlanul szembe megy egymással, de azt hiszem, hogy ne kerüljük meg, beszéljünk erről a témáról is. A jövendőlésekhez kapcsolódik tehát a következő kérdésem is, és tényleg sokakat izgat. Hadd idézek föl a kérdésem előtt egy részletet Szent Pió atya, Pádre Pió atya egyik jövendőléséből, amely így szól, az ítélet napjáról van szó, tartsátok zárva az ablakaitokat, ne nézzetek ki, gyújtsatok meg egy szentelt gyertyát, az sokáig ki fog tartani, imádkozzátok a rózsafüzért, olvassatok lelki könyveket, végezzetek lelki áldozást, és a szeretet tetteit cselekedjétek, amivel nekünk örömet szereztek. Imádkozzatok kitárt karokkal, akkor utána még ilyen konkrét dolgok. Ezt mondja, hogy ne menjetek ki a házból, gondoskodjatok elegendő élelemről. A természet erői megindulnak, és a tűzeső miatt az emberek remegni fognak a félelemtől, de legyetek bátrak. Gondoskodjatok az állatokról ezektől, ezekben a napokban és akkor jó néhány ilyen konkrét utalás olvasható Pio atya soraiban még. Nos, mit gondoljunk, Püspök atya, az ilyen szentektől származó jövendőlésekről? Hova, hogyan ítéljük meg ezeket? Pusztán csak azért fogadjuk el igaznak, mert mondjuk egy szenttől származnak, és itt nem csak Páter Pióról van szó, Először is ugye egyáltalán elképzelhető el, hogy az úr ilyen konkrét utasításokat ad nekünk mondjuk a végítéletre vonatkozóan. De hadd említsek meg, nem csak Páter Pióról van szó, hogy említettem egy másik vagy néhány példát, egy konkrétot emelnék ki, Ferrer Szent Vince, ő a tizedik század elején egy prédikáló szerzetes volt, ha jól emlékszem, szerzetes volt, és ő a prédikáló körútjain azt hirdette, hogy a végítélet még az ő életében be fog következtetni. Na most a végítélet nem következett be, ugyanakkor az egyház szentként, szent évadta, és mi is szentként tiszteljük Vincét. Tehát kérdésem, hogy hogyan egyeztethetjük össze ezeket a be nem teljesült jövendüléseket az illető embereknek a szent mi voltával, és hogy az Úristen ad-e nekünk ilyen konkrét utasításokat mondjuk a végítéletre vonatkozóan? Elég komplex volt a kérdés elnézést. Először is hadd mondjak arról néhány gondolatot, hogy amikor egy, egy szent ember vagy egy proféta a jövőt látja, akkor igen gyakran nagyon homályosan lát meg dolgokat az Úristen segítségével, megvilágosító erejével, de nagyon gyakran nem látja konkrétan, az eseményeket előre. Ahhoz hasonlít ez, mintha nagyon távolra néznénk, és még valaki lát egy hatalmas fát, és aztán egy házat. És lehet, hogy a kettő között van, nem tudom, egy pár kilométer távolság, de ő a messziségből a kettő szinte egymás mellett látja. Például Izajás próféta, akinek a jövendőlései kinyilatkoztatásunknak, a bibliai kinyilatkoztatásnak a részét képezik, tehát nem is egyszerűen egy magán jellegű eseményről van szó, hanem a hivatalos kinyilatkoztatásnak a része. Ez a, a, a könyv. Izajás próféta, amikor ír a messiásról, akkor ön gyakran egyben látja a korabeli eseményeket, a királynak a fiát, aki születik, az asszírveszét, a vízvezeték építését és sok minden más. Tehát a korabeli eseményeket, félelmet, reményt. És jóval távolabb a messiás születését, és a kettő benne egy kicsikét összemosódik. Valószínű, hogyha valaki oda ment volna Izajás profétához, és konkrétan megkérdezte volna, hogy ő igazából miről is ír, akkor nem tudta volna egészen világosan elmondani. Tehát külön választani az adott kor az ő saját korára vonatkozó és az eljövendő korokra vonatkozó jövendőlést? Igen, illetőleg pontosan leírni mondjuk, hogy Krisztus hogyan is fog születni, és mikor vagy az ő jövendülésében mi az, ami biztos, hogy a, a végső idők mesiására vonatkozik. Ezt valószínűleg nem tudta volna ő maga sem egészen konkrétan elkülöníteni. Ez általában a proféciákra jellemző, ugye, Igen, a Szentírásban. De talán én még inkább mondanám, tehát ez a nagy kinyilatkoztatásunkban is így van, de talán még inkább mondanám a magán kinyilatkoztatásokra, ahol ez a, az Isteni, sugalmazottság, ez a különleges karizma nincs is jelen. Tehát még inkább igaz a szentjeinknek és a látnokainknak a kijelentéseire. Az egyébként, hogy az egyház valakit szenté avat, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy minden kijelentését ezzel nem tudom kanonizálja, vagy, vagy elismeri, tévedhetetlennek gondolja. Ez egyáltalán nincsen így. Vannak nagyon nagy szentjeink, akikről abszolút tudjuk, hogy bizonyos fontos teológiai témákban hatalmasokat tévedtek. Hadd idézek néhányat, például Szent Jeromos, nagyszerű biblia tudós és biblia fordító, de például a kánon területén, tehát hogy melyik könyvek tartoznak a Szentíráshoz és melyikek nem, ott egy olyan véleményt képviselt, ami nem az egyháznak a, a tanítása volt, akkoriban még ez egy kicsit vitatárgyát képezte, de minden esetre nem a nagy kánont, a, a tágabb, a hosszú kánant fogadt el, hanem a rövidebb, a jamniai zsinaton, a zsidó által e, stabilizált kánont. Vagy Szent Ágoston, megint csak nagyszerű Szentünk, de mondjuk amit predestinációról, a elkárhozó tömegről, a meg nem kereszteltekről, akik nem tudnak üdvözülni, tehát amit ilyen témákban mond, azt az egyházunk egyáltalán nem e, tekinti. Hiteles és igaz tanításnak. És volt is olyan zsinat, ami ezt úgy finoman korrigálta, az oránsi zsinat. Vagy akvinói Szent Tamás a szeplőtelen fogantatás dogmájában egyáltalán nem hit, sőt, úgy gondolta, hogy a megváltás kizárólagos kegyelmi forrásaként való hite, az, hogy csak Jézus által tudunk a bűntől, az áteredő bűntől és a, a személyes bűntől megszabadulni, ez kizárja azt, hogy az a a megváltás előtt egy ilyen kegyelemben részesedhetett volna. Tehát nagyon nagy szentünk, nagy egyház tanítónk, és mégis vannak olyan témák, ahol ő nem az egyházunk tanítását vagy hitét képviseli. Tehát ez a kettő egyáltalán nem kötődik szorosan össze. Az, hogy egyes szenteknél mondjuk megjelenik a, a világ világvége várása is, ez sem meglepő. Tehát voltak ilyen nagy egyházi Vonulatok, várakozások. Az ezredforduló táján, ezer tájékán, aztán 1200 tájékán tudjuk Joachim Fiore apát, aki nagyon várta a világ végét, a Szentlélekorszakának az eljöveteit. Tehát nagyon gyakran voltak ilyen időszakok, amikor ez különlegesen is fölerősödött. Vagyis azt gondolom, hogy, hogy nagyon nagy tisztelettel fogadjuk a, a Szentek életét és mindazt, amit ők leírnak. De azért egyáltalán nem azt jelenti, hogy ezt magát, az ő tanításuknak minden részletét az egyház elfogadta volna, és, és mind kötelező, vagy mind hiteles tanítást számunkra nyújtaná. Ugyanakkor azt el kell mondanom, hogy van néhány olyan keresztény-katolikus ismerősöm, akik nagyon erőteljesen hisznek a magánkinyilatkoztatásokban, és amelyek a végítéletről szólnak, ez azért engem nagyon pozitív módon lep meg, mert azt látom, hogy ők ezt az életükben úgy élik meg, hogy tényleg készülni kell erre. És ezt, ezt én egy pozitív, úgymond hozadékának tartom az ilyen misztikus látomásoknak, hogy igenis. Az adott embernek az életében ez hozzon egy olyan pozitív változást, hogy én készülök erre, az evangélium szerint fogok élni, és itt most nem arról van szó, hogy most gyertyát gyújtunk, vagy nem gyújtunk gyertyát, mert várom az eljövendő ö, végítéletet, hanem az egész éles stíluson fog megváltozni. És nyilván maga Krisztus is erre figyelmeztet, azt mondja, hogy mindig legyen mécses a kezetekben övetek, vagy felövezve Legyetek magatokat belőd. várjátok. Az urat, tehát az állandó készenlét, állandó imádság, ez teljesen kell, hogy minket átjárjon, de talán nem szabad azt gondolnunk, hogy ez feltétlenül a mikorunkban fog bekövetkezni. Jó talán, ha az embernek van egy kicsit tágabb történelmi látása, hadd idézek föl, nagyon sokan hivatkoznak arra, hogy mennyi könnyező szűzanyakép van mostanában, is ez ezt jelzi, hogy a az Úristen siratja, vagy a, a Szűzönyös síratja a bűneinket, és hamarosan itt a vég. Biztosan tudjuk, hogy 1696-ban, vagyis a Rákóczi Szabadságharc előtt nem sokkal, a Pócsi Szűzmária ikon könyezett Erre rengeteg e, tanúvallomás is van, aztán később, 1715-ben, 1905-ben újra könyezett. Most, hogy ennek mi a konkrét üzenete? hogy 1696-ban miért? Vagy 1905-ben miért? Azt hiszem, ez nem annyira egyértelmű. És ebből azt a következtetés levonni, hogy akkor lesz a világ vége, az talán helytelen. Tehát azt hiszem, hogy jó, ha nem veszítjük el ezt a nagy történelmi távlatot, látjuk azt, hogy ilyen jelenségek, hogy várták az idők végét, nagyon gyakran voltak. Ahogy Pálapostól bölcsen mondja, hogy ezekkel a jövendülésekkel kapcsolatban, amik állítólag tőlünk származnak, ne veszítsétek el egyből a józanságotokat. Azt hiszem, hogy erre a mikorunkban is nagy szükség van. A könnyező képekről, képekről szó esett már, is ugye azért van úgy, hogy most az előbb hogy említetted éppen a pócsit, a 300 évvel korább, ezelőtti, de hát korunkban ugye egyre jobban elszaporodnak, egyre gyakoribbak, hogy környező szobrokat, képeket, szűzanya vagy az Úr Jézus szobrait képeit látjuk a világban. És nagyon sokszor párosul ez olyan figyelmeztetéssel, amely a magánkinyilatkoztatásokban is megjelenik, hogy ö, térjetek meg. Hát ez mondjuk nem új, mert ezt már ugye akár Szodoma és Gomorra esetében is látjuk, vagy éppen Ninive esetében az Ószövetségben, amikor. A profétát mini küldi az Úristen. De fölvet egy olyan kérdést ez, hogy, hogy valóban ezek a csapások. Istentől származhatnak-e, vagy ezek az ígéretek egész pontosan, hiszen az Ószövetségben, ha az Ószövetségben élnénk, akkor azt hogy jó rendben, hát egy fenyítő, haragvó Isten az, ami nagyon sok helyen megjelenik az Ótestamentumban. de ugyanakkor az Új Szövetség Isten egészen más, és a szerető Menyei atya képét hozta el nekünk. Tehát, hogy belefére ez az úgymond fenyítő Isten ebbe az egészbe. És van még egy kérdés, ami ezzel kapcsolatban fölmerül bennem, hogy a szűzanya látomás vagy megjelenéseiben sokszor hallunk olyat, hogy, hogy vissza én tartom vissza az én fiamnak vagy az fiamnak a fenyítő kezét. Hát, Elképzelhető az, hogyha mi meg, és ha ti megbánjátok a bűneiteket, mondja az ügyen, akkor, 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 ez megszűnhet. Elképzelhet ilyen, hogy mondjuk végítéletre életre kivetítő, kivetítve ez tőlünk függe. Tehát egy rugalmas időpont ez a, ez a világ vége, hogyha mi jól viselkedünk hirtelen, akkor az elmarad. Nagyon kisarkítva tettem föl a kérdést, elnézést érte, de, de, több esetben is hallottam olyan véleményt, akik, vagy olyan embert, akik ezt nem tudják helyére tenni. Hadd reagáljak legelőször erre, hogy, hogy valaki visszatartja az Úristennek vagy Krisztusnak a büntető kezét. Azt hogy nagyon fontos világosan látnunk, mint keresztényeknek azt, hogy az Úristennél nagyobb szeretete, irgalma nincsen senkinek a világon. Az Úristen örök szeretet, örök szeretettel alkotott mindent, ő teremtette a szüzanyát is, meg a szenteket is, tehát minden szeretetnek ő a forrása, ő nagyobb irgalom megbocsátás nincs. Minden irgalomnak ő a forrása, Krisztus keresztje, az Isten irgalmának a legnagyobb megjelenítése, vagyis ilyen értelemben ez lehet egy emberi kifejezés mód, hogy visszatartja valaki az Úristen büntető kezét, de alapvetően az Úristen irgalmazni akar és üdvözíteni akar. Ezt mondja a Timóteusnak írt levélben Pálapostól, hogy Isten minden embert üdvözíteni akar. Vagy Jézus azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy üdvözüljön általam a világ. Vagy a bűnös asszonynak azt mondja, asszony, én sem ítéllek el. Vagyis azt hiszem, hogy kicsikét helytelen ezt így felfogni, hogy az Úristen le akarna sújtani, és bárki ezt a büntető kezet vissza kellene, hogy tartsa. Természetesen az Isten nem csak Irgalmas, hanem igazságos is. És erről beszél az Evangélium. Az Isten igazságát azonban elsősorban nem úgy kell elképzelnünk, mint egy ilyen ránk lesújtó ostort, aki a nyomunkban van, és ha rosszat tettünk, akkor megbüntet. Sokkal inkább egyrészt úgy kell elképzelnünk, hogy a világnak van egy rendje, amit az Úristen beleépített. Az atomoknak, a csillagoknak és a sejtjeinknek, az embernek van egy egy gyönyörű Isten által alkotott rendje, és ha ebből az ember kilép, vagy ezzel szembe megy, akkor az olyan, mintha falba ütköznénk. Nem az ő egyenes útjain járunk, görbe utakon járunk, és falba ütközünk. Nem kell, hogy az Isten lesújtson. A bűneink önmagukat megbüntetik. Tehát ha az ember rosszul él, akkor eltörzítja önmagát, tönkreteszi a családját, tönkreteszi a világot, háborúkat, éhénységeket, okoz többi. Nem kell, hogy az Úristen ö, ott álljon mögöttünk, és és valami módon megbüntessen. A poklot sem úgy kell elképzelni, vagy a kározatot, mint egy isteni kínzókamra, amit ő megalkotott, és ott majd ő ö, minket kínozni fog, Bizonyos értelemben mondható az, hogy a poklot az ember alkotja. A saját bűneinkkel torzítjuk el önmagunkat, és torzítjuk el a világot, és ha valaki egy életen át ilyen módon él, akkor ebben a torz állapotában marad meg. A kinyát is tulajdonképp önmaga hordta össze, önmaga alkotta és okozta. Az Isten semmi rosszat nem alkot, és nem is tud alkotni. Talán azt is lehet mondani, és a teológia fogalmaz gyakran így, hogy nem annyira Isten az, aki elítél, hanem saját magunkat ítéljük el. Ahogyan valaki élt, ahogyan az élete végére eljut, azzal önmaga döntött. Az Úristen elé jutva csak ez lesz teljesen nyilvánvalóvá, az ő fényében teljesen világosan látni fogjuk az életünket. Tehát Isten igazsága elsősorban nem ezt jelenti, hogy ő ott áll mögöttünk és lesújt hanem sokkal inkább ezt, hogy a világnak van egy rendje, és ha azzal szemben élünk, azzal szemben megyünk, akkor önmagunkat fogjuk megbüntetni. Tehát nyugodtan az, új szövetség Isten képét valljuk magunkénak, az akkor is, hogyha esetleg ilyen jövendőlésekről hallunk, az Isten szeret bennünket. Így kell hozzáállni. Büsbök, hogy a, a Szentírásban többször is olvashatunk uh, hamis Krisztusokról, vagy az Antikrisztus személyéről, aki konkrét személyként van megjelölve a végső időknek a közelettével. Ki is ő? Tehát mit, mit jelent ez az egész? Ki, mit tudat velünk egyáltalán az Antikrisztusról a Biblia, és mit fog ő cselekedni? És egyáltalán tudhatjuk-e azt, mondjuk a jelenések könyve alapján, amelyről már több szó esett, hogy, hogy mikor jön el, és egyáltalán, nagyon sok filmben és regényben látjuk, hogy a kiinduló pontja a regénynek, hogy fel lehet-e ismerni, fölismeri ki az emberek majd ezt a bizonyos antikrisztust. A Biblia igen gyakran beszél a rossznak a titkáról, és arról is, hogy a, a gonoszság egyrészt nem csak az emberből fakad, hanem van egy ember fölötti forrása is, a gonosz lélek a sátán, illetőleg a történelemben nagyon sok fajta módon Megjelenik ez a gonoszság. És en, ebbe a vonulatba illeszkedik bele az, amit akár jelenések könyve az Antikrisztussal kapcsolatban mond. Vagyis azt hiszem, hogy itt is egy jóval tágabb valóságról van szó, arról, hogy a történelemben a gonoszság, illetőleg a sátán néha egészen konkrét módon jelenik meg és szembeszáll. Krisztussal és az ő üdvözítő művével, vagy az egyházunkkal is. A legújabb korunkban talán többször is átélhette az emberiség ennek a döbbenetes igazságát vagy valóságát. Gondolok például a, a náci ideológiára, ami bizonyos értelemben egy üdvözítő ideológiának tűnt, ahol azt hirdették, hogy hogy az ember most lesz igazán nagyja, az übermenschnek, az ember fölötti embernek a korszaka jön el, mindentől megszabadulva az erőnek és a, az ősi hagyományoknak, a germán hagyományoknak a föléledését hirdették, és hát aztán borzalmas embertelenségekbe jutottak el. Egy kicsit ugyanilyen volt a kommunizmus, ami szintén egy nagy ígérettel indul az útjára, hogy mindenki egyenlő, a földi mennyországot megvalósítjuk. Tehát ebbe is volt egy messianisztikus gondolat vagy ígéret Isten nélkül fejetetejére állítva, de mintha egy messiási ígéret hangzott volna el. A, a híres származású festőművésznek van is egy ilyen képe, ahol fejjel lefelé ábrázolja Krisztust, és mellette ilyen kommunista meg marxista szimbólumok, tehát azt akarja ábrázolni ahogy a régi messiás ígéret ilyen kifordított módon ö, megjelenik. És azt hiszem, hogy az Antikrisztus ez egy tágabb ö, fogalom, ami arra akar utalni, hogy a történelemben nagyon sok esetben és borzalmas következményekkel a gonoszság újra és újra fölüti a fejét. Tehát itt nem egy szeméről van szó. egyébként érdekes, mert Pál Apostol is azt mondja, hogy jönnek majd hamis Krisztusok, Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy sokan, sokan jönnek majd a nevemben. Tehát itt nem egy szeméről van szó, hanem magát, maga a gonoszságnak egyfajta megtestesüléséről. Sok féle történelmi megnyilvánulás, amelyben ez megjelenik. Hát, kedves hallgatóink, nagyjából a témáinknak a végére érkeztünk. Püspök atya azért, hogyha van egy néhány percünk még azért, hogyha néhány mondatban össze tudnánk foglalni mindazt, amit mi a, az eszkatológiával kapcsolatban, tehát a végső időkről vallunk, és amit itt az elmúlt közel egy órában beszélgettünk, itt nem külön a témákra kitérve, hanem az egyháznak a hitét, hogyha néhány mondatban össze tudnánk foglalni. Nagy örömmel a kereszténységnek és a Bibliának tehát az alaptanítása a végső dolgokról, az nem annyira a részletekre vonatkozik, nem időpontokra, nem körülményekre, ahogy ezt Jézus a tanítványi lelkére is köti, hanem arra a reményre, ami az ember életét kell, hogy meghatározza. Vagyis az egyház alapvető hite és reménye az, hogy az életünknek van beteljesedése. Istentől jöttünk, ő szeretetből alkotott minket, és ő hozzá fogunk hazatérni. Ő az alfa és az omega, az ő kezében van a történelem. A Részleteket az Úristen nem akarta a lelkünkre kötni, és ezt nem tartalmazzák az egyes szentírási könyvek sem. Azt gondolom, hogy, hogy nagyon jó, hogyha ebben a témában megőrizzük ezt a fajta profétai bizonytalanságot is, amit mindig is látunk a szentírás könyveiben is, a szenteknek a jövendőléseiben is. Tehát nem akarunk biztosabbak lenni annál, mint amennyit a kinyilatkoztatás számunkra közölni akar és tud.